Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás, mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni. Amit én teszek, hogy kivedem a kártyát, és megválaszolom ezeket a kérdéseket. Mi az ő gondolata, mi az ő terve? Itt látható a nyilvánosság. Mások észreveszik őt, de ő nem akar így fellépni, nem akarja azt, hogy mások dicsérjék, hanem itt a mélybe tekint. Az számára most fontos, hogy mi miért van. Az is lehet, hogy megvan ugyanez az elismerés, megjelenik a nyilvánosságon, de ő kutat valamit, alaposan átnézi majd a dolgokat. És a következő kérdés, hogyan érzi magát? Itt látható a szív, ez utalhat a szeretetre, ez lehet családon belül, vagy utal a szerelemre. De itt megjelenik a sarló, és vannak nála fájdalmas emlékek. Valaki megsebezte őt. Persze ez a sarló azt is jelentheti, hogy elvág valamit a múltból, és kimutatja az érzelmeit, vagy hogy olyan hirtelen történnek a dolgok, amikor nem is számít rá, vagy ő akar meglepni téged, hiszen itt az ő érzelmeiről van szó, és majd úgy fog jelentkezni nálad, amikor nem is számítasz erre, és lesz egy meglepetés. Mit fog tenni? A könyv jelentheti a tudását, vagy itt az utak, hogy ő most döntést hoz, és lesz itt egy továbbképzés, amit közöl veled. A könyv jelentheti a zárkózottságát is, vagy a titkokat, hogy valaki eltitkol előle valamit. De ő erre rájön, hiszen itt van a nyilvánosság, ez kiderül, mert ő a mélybe tekint, és látni fogja a dolgokat. Az is lehet, hogy eddig zárkózott volt, de most kimutatja az érzelmeit, útban van hozzád. És mi köt össze benneteket? Ez itt a mozgás, hogy előre mennek az események, sok minden fog történni, közeledik hozzád, vagy elvárja azt, hogy te látogasd meg őt, és szeretné azt, ha te útban lennél hozzá. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!